Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét egy tízes listával jelentkezni, mégpedig kedvenc kameóim listáját folytatom. Kezdjük a listát mindjárt egy vadonat új darabba, mégpedig a Taika Waititi által rendezett Thor Ragnarökkel. Mivel Marvel filmről van szó, ezért akár több potenciális cameo is szóba jöhetne. Mégis különösen viccesre sikerült a színházi előadás, ahol találkozhatunk Matt Damonnal, illetve a főszereplő testvérével. Őszintén szólva, először Matt Damon fel sem ismertem, de amikor tudatosult bennem, akkor az eleve vicces szituáció még viccesebbé vált. Jöjjön egy igazi cameo király, mégpedig Bill Murray, aki több filmben is feltűnik egy-egy apró szerepben. Mondhatnám akár a Dumb és Dumber 2-t is, ahol ugyan arcát nem láthatjuk, de a jelenet így is nagyon vicces. Van egy ikonikus kameója, ami a film egyik legviccesebb jelenete, mégpedig a Zombielandben. Eleve kedveltem a filmet, de a Bill Murray Cameo egyértelműen a csúcspontja. Annak ellenére, hogy az új amerikai vigjáték generációnak nem vagyok nagy híve, van egy, ami kimondottan tetszett, mégpedig az itt a vége. Eleve a filmben igen meglepő szerepben tűnnek fel híres színészek, elég csak Emma Watsonra gondolnunk. Számomra különösen vicces volt két cameo a moziban, az egyik Channing Tatumé, a másik pedig a Backstreet Boysé. Mindkét megjelenés nagyon jól működik, talán a második egy picit viccesebb és váratlanabb. A következő kameónk egy veterán akciósztárhoz kapcsolódik, mégpedig Chuck Norrishoz. Nos, ő is több filmben is megjelent, ezek közül talán a legviccesebb a kidobósban van egy nagyon emlékezetes kameója, mégpedig a feláldozható kettőben, amikor a film közepén megjelenik egy percre. Nem csak egy akció jelenetet köszönhetünk Chuck Norrisnak, hanem jó pár poént is. Ráadásul a veterán sztárnak valamilyen szinten még az öniróniát is sikerül megkarcolnia. Tarantinóról tudjuk, hogy állandó jelleggel megjelenik saját filmjeiben. Egyébként is kacérkodott karrierje elején a színészettel szokott kameózni, ezek közül szerintem a legviccesebb barátja filmjében a desperado való megjelenése. Egy picit meggondolandó ebben az esetben is, hogy mennyire kameóról van szó, de végül is csak elmesél egy viccet. Minden esetre maga a jelenet is humoros, de Tarantinoval a főszerepben még viccesebb. Következzen egy színésznő, aki karrierjének leghíresebb szerepe miatt nagyon sok filmben kameózik. Mégpedig Sigourney Weaverről van szó, akinek például van egy nagyszerű kameója a ház az erdő mélyénben. Azonban van egy olyan kameója, amiről valószínűleg a magyar nézők nem is tudnak, ugyanis a kameó kettős és van magyar vonatkozása is. Ugyanis a Szenilla nyomában című rajzfilmben az amerikai változatban Sigourney Weaver kameózik, a magyar változatban pedig Kautsky Armand. Aki látta a filmet, annak nyilván nem kell bemutatnom, hogy mekkora poén, amikor bemutatkozik a színész, és hallhatjuk a hangját. A következő megjelenést nagyon sokan kameónak tartják, én erről nem vagyok teljesen meggyőződve, hiszen végül is egy szerepről van szó, még ha csak pár másodperces is. A karakter nagyon hasonlóan működik Kalambó feleségéhez, annyi a különbség, hogy itt láthatjuk a végén. Mégpedig Richard király szerepéről van szó a Robin Hoodban, akit Sean Connery alakít. Ismét egy régi klasszikust vennék elő, mégpedig a vén világát. Ugyan több cameo is van, de kettőt emelnék ki. Az egyik Elis Cooper megjelenése, a másik pedig Robert Petriké, aki ugyanazt a szerepet játsza, mint a Terminátor 2-ben. Ugyan egészen furán illeszkedik a film dinamikájában a jelenet, mégis hihetetlenül vicces. A Vaskabátok című moziban két érdekes cameo is van, de hozzátenném egyik karakterről sem egyszerű eldönteni, hogy ki játsza. Az egyik kameó két Blanchetté, aki helyszínelőként jelenik meg a filmben. Ami talán még érdekesebb, hogy Peter Jackson, a Gyűrűk filmek rendezője is feltűnik a moziban, egy dühös télapót alakít. Tény, egyik sztárt sem egyszerű kiszúrni, de miután rájöttünk, teljesen másképpen nézünk a jelenetekre. A lista első helyére egy igazi cameo királyfilm került, még pedig a J.S. néma Bob visszavág. Tulajdonképpen ennél a filmnél az a kérdés, hogy ki nincs benne. Mindenesetre a moziban több híresség is feltűnik, többek között Affleck, illetve Wes Craven. Azonban van a filmben két cameo, ami különösen érdekes Mark Hamillé, illetve Kerry Fisheré. Mégpedig azért, mert ez volt az első film a Jerry visszatér óta, amiben újra együtt játszottak. Arról nem is beszélve, hogy a két színész megjelenése különösen értékessé válik, azáltal, hogy a rendező nagyon vicces jeleneteket írt számukra. Mint tudjuk, Kevin Smith óriási Star Wars fan, és ezt meg is mutatta ebben a filmben. Ennyi lett volna a kedvenc cameoim listája, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtaláld a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!